Az idei év gyerekszemmel úgy gondolom, hogy eléggé nehezen megközelíthető, megfogható, hiszen a 2014. évet a tisztelet és megbecsülés évévé nyilvánította az önkormányzat. Én is, amikor meghallottam szilveszter éjjelén, illetve új év hajnalán, rögtön az jutott eszembe, hű, ezt hogy fogjuk majd megközelíteni, de aztán elgondolkodva azon, hogy szeretet nélkül semmi sincsen, mindenképpen ezt a mottót kerestük, hogy valamiképpen a gyerekekhez közel hozzuk. Készítettünk az óvónéni körében egy ötletbőrzét, mindenki hozhatott számára kedves és megfogható idézetet, mottót, és ennek kapcsán került a választás erre a mottóra: szeret engem a világ, tudja, én is szeretem. Tehát ilyen megközelítésből próbáljuk mi most ezt meghirdetni, illetve hirdettük meg ezt a rajzpályázatot, és arra gondolunk, hogy a családon keresztül nagyon-nagyon sok szeretettel, odafigyeléssel, sok-sok mesével, elbeszéléssel, a nagyszülőknek az odafigyelésével tudjuk leginkább megközelíteni ezt a témát. Pontosan hány pályázatot, hány rajzot várnak, és mi lesz majd a sorsuk? Hát több mint 600 gyerek van Dabason, tehát mind a három óvodának a gyerekei fognak erre a pályázatra készülni. Ez azt jelenti, hogy általában 3-400 közötti olyan pályázat érkezik, amit kitűzhető, illetve felrakható, bemutatható, hiszen a legkisebbek, a 3 évesek nyilván még nincsenek olyan szinten, hogy kiállítható legyen a munkájuk, de nagyon sokszor például gyermekmunka nem rajzformájában, festés formájában, de például kis új lenyomattal vagy tenyérnyomattal mégis olyan adódik, ami nagyon kompozíciónak is, nagyon megfelelő színben, érzelemben nagyon gazdag, tehát nem mondom azt, hogy 3 éves korban nem, de jóval kevesebb lesz. De azért a 3-400 körüli munkát mindig az óvónénik szokták megküldeni. Van valami módja, hogy hogyan készíthetik el, vagy teljesen rájuk van bízva, hogy szeretnék festék, rajz, tempera, akármi lehet? Persze, mindig nagyon változatos technikát, ez nyilván megint az óvónéniknek a kreativitásán múlik, hiszen azt a motivációt, azt az eszköz sokszínűséget ők fogják a gyerekek elé tárni, és akkor sok-sok témát nyújtanak, sok-sok elbeszélés, sok-sok mesét, verset kapnak addig a gyerekek is, ez fogja őket motiválni arra, hogy minél színesebben, minél sokszínűbben fogják meg ezt a gondolatot. Meddig lehet beküldeni a pályázatra? Hát március 10-ig várjuk, hiszen össze kell rendezni az egészet, meg kell komponálni, úgymond az 4 termet betölteni, tehát elég sok munka van vele, hogy a közönség elé tárjuk az egészet. Aztán, amikor már mi is összeszedjük a dolgokat, és felragaszgatjuk, megkomponáljuk az egészet, akkor még zsűrizés is lesz, úgyhogy előtte még egy zsűri is össze fogunk hozni. Tehát csütörtök péntekre leszünk csak úgy is készen, úgyhogy valószínűleg pénteken délelőtt már a gyerekek is megnézhetik, mert mindig egy emléktúra keretében ők is megnézik a kiállítást, és utána is majd, de szombaton, amikor lesz a városi ünnepség, addigra már teljes pompájában kell, hogy legyen a kiállítás.